Megújult épületben várja mától az agrártámogatásokkal kapcsolatban is ügyfeleit az Agrár és Vidékfejlesztés támogató főosztály Kecskeméten a Halasi út 36-os szám alatt. Az eredetileg 1980-ban épült kétszintes irodaház új külső szigetelést és nyílászárókat kapott, és belső tereit is teljesen átszabták a modern igényeknek megfelelően. A szerdai ünnepélyes átadáson Kovács Ernő kormány megbízott Nagy Zoltán uniós programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, és dr. Kondra Laura, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési elnök helyettese közösen vágták át a jelképes szalagot. Az épület 360 millió forintból újulhatott meg, amelyből mintegy 200 millió forintot a magyar állam finanszírozott. Csöndes, nyugodt környezetben végezhetik, egy nagyobb térben végezhetik a munkát. Mindig iparkodunk újabb és újabb eszközöket beszerezni, a számítástechnikai hátteret fejleszteni. Ez mindenféleképpen a munkájukat segíti, és az, hogy egy ilyen helyre kell bejárni, dolgozni, és ez most már nem bérelt épület, hanem a saját épületünk, az állam költött a közös vagyonra. A legújabb statisztikák szerint közel 2200 ügyfelet szolgál ki jelenleg az Agrár és Vidékfejlesztés támogató főosztály. A kormányhivatal évente 2 millió határozatot hoz, amelynek jelentős része az agrár és vidékfejlesztéssel kapcsolatos. Kellemes és varázslatos tud lenni szerintem egy frissen felújított épületnek az illata. Viszont a feladataink azok nem lesznek könnyebbek. És úgy gondolom, hogy kevesebb feladatunk sem lesz. Nem csak az Agrár és Vidékfejlesztés támogató főosztály kecskeméti épülete újult meg az elmúlt időszakban. Kovács Ernő kormány megbízott azt is elárulta, hogy Kecskeméten idén terveznek még újabb beruházásokat, de 2019-ben szeretnék átadni a Lajos Mizsei kormányablak épületét is. Nagy Zoltán, uniós programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szerint az intézmények felújítása egy hosszú távú és megtérülő befektetés, hiszen a kormányhivatal olcsóbban és hatékonyabban képes az intézményeit üzemeltetni. Bács-Kiskun megye jól gazdálkodik a pályázatok adta lehetőségekkel. Szerencsések vagyunk, mert Bács-Kiskun megye is a sikeres pályázók közé tartozik, jelentős mennyiségű forrás érkezett ide, nem csak a környezetvédelem, de a társadalmi felzárkózás és infrastruktúra fejlesztés területén is. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt 4-5 évben közel 5 milliárd forint érkezett Kecskemétre, melynek köszönhetően kormányhivatali épületek újultak meg.